Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és Bakker legalább 2 vagy 3 hónapja be sem kapcsoltam a Titanfall-t, a közelébe se voltam. Az igazság az, hogy véletlenül letöröltem. És hát akkor úgy voltam vele, most sem úgy se játszok annyit, úgyhogy nem is nagyon játszottam vele. És el is szoktam rendesen tőle, de valaki egyik videómhoz írt egy kommentet, hogy csináljuk már egy bemutatót a Titanfall-nak az új játék fajtájáról, aminek az a címe, hogy Marked for Death, vagyis magyarra lefordítva a hullajelölt, már csak így fordítom, ugye? És hogy mi a véleményem róla, úgyhogy neki fogtam, letöltöttem újra ezt az 50 gigát, boldog voltam, és neki kezdtem játszani ennek a Titanfall dolognak, illetve a Marked for Death-nek, ennek a hullajelölt című játéknak, és nem válogatott játékot fogtok látni, hanem ami egy nap eseménye, vagyis hát egy éjszaka eseménye, azt fogjátok látni, úgyhogy lehet, egy kicsit több Titanfall videót fogtok mostában látni, az a kicsit egyen vagy kettővel. Nem feltétlenül sorrendben, hanem amit történtek azon a adott éjszakán, azokat a játékot fogjátok látni, úgyhogy nagyon nem is érdemes köztük válogatni, mert viszonylag okék lettek ezek a játékok. És nekültem is játszottam ezzel a játékkal, és megint, a Titanfall megint ledöbbentett egy kicsit, szóval mi a lényeg ennek a Marked for Death-nek? Tehát az a lényeg, hogy a játék random kijelöl egy játékost, akit hullajelöltnek fognak hívni, és a feladatod neked, hogy lelőd azt az adott játékost, még azelőtt, mielőtt az ellenfél lelőni a tiedet. És ez alapján indul meg a verseny. Eddig azért úgy tiszta, nem? Tehát ilyen VIP protection dolgot hajtasz végre, miközben lelövöd az ellenfélnek a VIP-jét. Úgyhogy eddig úgy rendben lenne is a játék, megvan a maga izgalma, elmész a cél után, a titánok természetesen csavarnak az egész party, mert hogyha mondjuk neked nincs titánod, de az ellenfélnek a VIP-ja, hogy úgy mondjam, a hullajelöltjei titánban áll, akkor egy kicsit megfordul a játék. Ám nem is ez az egész pontja az egésznek, és hanem az a pillanat, és az a nagyon durva pillanat, amikor a játék kiírja, hogy te leszel a következő jelölt, és akkor egyszer csak így bejön, hogy te meg vagy jelölve halálra. Tehát egy pontos megfordításra tényleg mégis ez a mondatnak, hogy halálra vagy jelölve, és akkor ezt így kiírja a képernyőt, már eleve a Titanfall játék pörgősségétől és egy masszív adrenalin kering bennem, és akkor még kiírja ezt a mondatot, és akkor van vége. És a játék számodra attól a pillanattól, tehát a Titanfall alapvetően pörgős játékától még pörgősebb lesz az egész. És ott fogod érezni azt, hogy na így és a szíved így nem áll egy percre, mert akkor az ellenfélből, abból a 6 emberből 5 tuti, hogy feléd megy. Na jó, nem, de 4 biztos, hogy feléd megy, mert egy azért szokta védeni az ellenfél VIP-ét, és ez biztos, hogy feléd megy. És még mindig nem ez a cink, hanem az a cink, amikor neked nincs egy titánod, és nekik van. És volt egy játékom, szerintem föl is fogom dobni egy videó kapcsán, ahol így volt 1 percem hátra volt a titánig. Na most az a durva pillanat, az az 1 perc, az az örökké valóság, amíg megjött a titánom, addig persze meg kellett védjem magam, le kellett lőjem azokat a bizonyos embereket, és meg kellett ússzam, de sikerült valahogy megúsznom, így bejött, vagy lehet, hogy pont a titán előtt haltam meg egy másodpercre, szóval a dupla idegölés, az, hogy írja a képernyődő, hogy te hullajelölt vagy, a továbbá a várakozás, hogy megjön a titánod, de a jó dolog az, hogyha lelövöd azt az első egy-két embert, aki rátámad, akkor szinte te leszel az első a pályán, aki összeszedi azt a titánt, úgyhogy jó játékfajta, de nagyon kiöli az idegeket, szóval azt mondom, hogy így 10 játék, köszönöm, pihenünk, mert nagyon durva volt, és azt kell, hogy mondjam, megint kellemesen csalódtam a Titanfall-ban, nagyon rég nem játszottam, ugye rengeteg patch jött ki, nagyon jól stabilizálták a játékot, most már végképp nem nagyon vannak vele gondok, a DLC-ket még nem szereztem be, azon még gondolkodom, majd meglátjuk, hogy alakulnak, de nagyon csábítanak, az tény, és csak most annyi játék van, amivel itt szívesen játszanék, úgyhogy most egyelőre nem rakok pénzt ugye valami olyasmibe, amivel nagyon ritkán játszom egy másik játékhoz képest. Lényegtelen, nem erről akarok beszélni, szóval azt mondom, hogy a Titanfall megint egy nagyon jó csavart ezen az egészen, és egy nagyon jó játékmód. Valószínűleg nem annyira új, de az egész játék struktúra
ahogy ki van találva a Titanfall-lal, a titánokkal, az teljesen megváltozik. Ugye itt például én vagyok a hullajelölt, és helyből mi volt. Szerencsére be tudtam hívni a titán, behívtam a titánomat, egy kicsit nyugodtabb is voltam, ráadásul nekünk is volt több titán, úgyhogy maximális esélyem volt a túlélésre, de amikor nekem is titánom és az ellenfélnek van, akkor az összes titán, ami létezik a világon, így a fejed fölött villogó kill feliratra megy. És hihetetlen adrenalint tud adni. És a másik, akkor most jönnek kicsit Titanfall belsős trükkök, amit látjátok ezt a pályát, nem sok pályán lehet ezt eljátszani, talán egy vagy kettő, de ezen biztosan, hogy megelőzzem, hogy engem öljenek meg, nem egyszer mászkáltam a tetőkön, a pálya játék zónáján kívül, ezzel is húzva az időt, hogy minél később találjanak, minél később próbálják megölni, hát addig valamelyik társaim megpróbálják leszedni az ellenfelet, és sikerrel járnak. Úgyhogy ez is egy jó taktika, hogyha megtalálod a pályának azt az adott pontját, ahol éppen nem folyik az akció, hogyha ez most éppen a zónán kívül lévőség, akkor az lehet, mondom, ezt nem sok pályán lehet eljátszani, de itt például érdemes meggondolni azoknak, akik Titanfall-oznak és játsszák ezt a játékstílust, hogy érdemes itt tetőn mászkálni, ahol már nincsen a játékzóna, mert nem tudnak elérni, és tudod szabályozni azt, hogy faltól falva ugrálva, hogy hogyan kerüld el a halált tulajdonképpen, és minden értelmet jár ebben a játékban, tehát ha éppenséggel te vagy az, akit kijelölt a hullajelöltnek, akkor nem húzódhatsz teljesen a háttérbe, és várhatod arra az egy percre, amíg megjön a titánod, mert őrületet fogsz kapni, de tényleg őrületet fogsz kapni, és kénytelen leszel egy kicsit menni előre, lelőni azt az egy-két ellenfelet, elővenni az antititán fegyveredet, és rálőni arra a titánra, hogy csökkentsd a másodperceket, hogy minél gyorsabban titánba érj, és minél gyorsabban ez a te csapatodnak titánja, hogy megúzd azt a dolgot, és minél tovább maradsz életben, azok 200-200 pontokat jelentenek, úgyhogy elég jutalmazós is a rendszer, úgy mondjam, és mint mondom, azért dupla adrenalin, tehát az, hogy a, eleve a titánok változás, hogy kinek van több a csapatban, a két csapat közül, és továbbiakban az, hogy még ki is írja a játék, hogy te vagy a hullajelölt, akkor az bizony elég durva játékmenetet vesz fel, és nagyon kompetitív, nagyon agresszív a játékstílus, tényleg azt mondom, hogy így én, mint idősebb fejjel, nagyon el vagyok már így szakva. Tehát a Battlefield kényelmébe így beleszoktam, és akkor becsöppentem a Titanfall-ba azt a kurva. Tehát így nagyon, nagyon kompetitív tud lenni a játék, és tényleg nagyon erősen kell koncentrálni, és a topon lenni, és stb. És ugye, mint tudjátok, most arra a Titanfall már valószínűleg elkezdett dolgozni az Airshell-lel, vagy lehet, hogy már masszívan része az Airshell-nek, úgyhogy azt kell mondjam, akárhogy is állunk, merültek fel ugye pletykák, hát hogy a Titanfall nem az a játék lett végül is, meg nem lett annyira sikeres, mint aminek látszott, hogy lesz, és nagyon-nagyon kevesen játsszák már, mármint ahhoz képest, hogy mennyien játszották, mennyien vették meg, már ahhoz képest kevesen is játsszák, és volt is egy időben probléma a játék találással, tehát a lobbyban való játék találással, és de nem, hogy őszintén nem tudom, tehát nekem személy szerint igazából sose volt gondom játék találással, nagyon kellemes csalódás volt. A Titanfall nagyon jól kitalált, ne kérdezzétek itt, mit történt, nem tudom. Nagyon jó volt, ahogy megcsinálták ezt a játékot, nagyon jó játék, nagyon élvezetes, nagyon adrenalindús, és tényleg az elmúlt év kellemes csalódása, és nagyon jól ki van találva, úgyhogy csak azt gondolom, hogy igen, ez a játék megéri, tehát ez a játék tényleg a kategóriás, és azzá is tud emelkedni, és szerintem fog is emelkedni. A másik meg, hogy még ez az első rész, tehát a gamerek megvették, és látták, hogy jó, és ahhoz képest egy elég nagy szeletet volt képes szakítani azért a kompetitív játékok sorából. Úgyhogy én azt mondom, hajrá Titanfall-ra föl, ez egy olyan játék, amit érdemes kipróbálni egy gamernek, főleg egy olyannak, aki shooterekkel játszik, tehát érdemes ezt megtapasztalni. Azoknak, akik annyira nem kíváncsiak rá, azok vegyék meg akkor, amikor le lesz akciózva, de amúgy ez a játék eddig megéri a pénzét, mert ez egy élvezetes játék, ennyit, szóval azt kell, hogy mondjam, úgyhogy hajrá Titanfall-ra föl, tényleg egy jó játék, tényleg izgalmas, és mondjuk ez az új játék most PES-Kohonon, azért
még rápakolt. Tehát emlékeztek, volt egyszer egy videó, egy Capture the Fagler, ami nagyon durva adrenalin volt. Na most ez az biztos, hogy legalább annyit rápakolt, hanem még többet ez a játékfajta, úgyhogy tényleg aki adrenalin vágyik pörgésre, a Titanfall az az ő játék a mindenképpen, és kíváncsi vagyok majd, hogy az ESL-ben mennyire lesz ez még durvább, tehát hogy mikor a pro gamerek bele fognak is játszani, bár valószínűleg ESL-ben leginkább Last Light a standing lesz, és még ki tudja milyen játékból, talán Domination, stb. Mert azok a taktikusabb játékok az ESL-ben mindig az adrenalinról szól. Nos, köszönöm a figyelmet, Necroclean voltam, sziasztok!